Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Döbbenetes adatok láttak napvilágot, hazánkban minden ötödik nőt bántalmaznak rendszeresen, és egyre több emberkereskedelem jellegű bűneset történik. Erről is szó lesz ma, mutatjuk a teljes kínálatot előtte. Veszélyben az agrárium. Nagy István arról beszélt, meg kell védeni piacainkat. Emberkereskedelem. Bárki áldozattá válhat, de van segítség. Hosszú hétvége, sokan távoli helyekre utaznak az ünnepen. Ha a piacainkat nem védjük meg, akkor nem tudunk olyan eredménnyel gazdálkodni, hogy a jövőnk biztonságban legyen. Erről beszélt Nagy István Vásárosnaményban. A tárcavezető hangsúlyozta, joggal tüntetnek az európai gazdák. Brüsszel pedig nem látja be, hogy hosszú távú élelmezési problémák léphetnek fel, ha továbbra is ilyen szinten támogatják az ukrán alapanyagok piacra jutását. És aki nincs közelben az agráriumban, nyugodtan kérdezheti meg, hogy mi a csodáért tud egy ukrán mezőgazdaság olcsóbban termelni, mint az európai. Nagyon sok összetett oka van. Földbirtok szerkezet. Addig, míg ugye az európai gazdálkodóknál 20 és 50 hektár közötti a gazdasági méretek, addig ott 320 ezer hektártól 720 ezer hektárig terjedő latifundumok vannak. Ráadásul a talaj adottság is a csernozium, tehát 7-8 méteres vastag fekete föld. Hát versenyezzünk így. Ráadásul ők olyan növényvédőszereket használhatnak, amit már itthon 20 éve betiltottak, semmilyen szabály nem vonatkozik rá. Hogy milyen képmutatás van az Európai Unióban, csak egyetlen egy példával hagy eseteljem. Döntés született arról, hogy nagy mértékű hitelt, sőt az Európai Unió legnagyobb mértékű hitelét biztosítja Ukrajnának egy tojástermelő farm létrehozására. Nem találják ki milyen technológiával. Ketrecessel természetesen, mert nálunk betiltják, ott pedig majd az olcsó tojást előállítják. Tehát valami elképesztő önsorsrontás, ami történik, ezért is nagyon-nagyon fontos dolog majd a június, amikor bölcsen mindenkinek azon kell döntést hozni, és azt a döntést kell meghozni, hogy ezen az úton megyünk tovább, vagy igyekszünk valami gyökeres változást elérni ezekben a döntésekben. Tehát nem vagyunk egy egyszerű helyzetben. És az európai gazdák ezért vannak most ott, ahol vannak, ahol igazából nem kéne legyenek, ha a kormányaik józan döntéseket hoznak. És ez a nagy különbség. Mert ha a piacainkat nem védjük meg, akkor nem tudunk olyan eredménnyel gazdálkodni, ami ránk férne, hogy a jövőnk biztonságban legyen. Mi a magyar probléma? Ami pont olyan, mint a félig üres vagy félig tele. Jó hírnek is lehet mondani, sőt, de rossz hírként is kell értelmeznünk. A hír így szól, vagy a tény így szól, Magyarország több mint 20 millió ember ellátására képes élelmiszert előállítani. Ez egy nagyon jó hír, mert azt jelenti, hogy mi biztonságban vagyunk. Ha a jó oldalát nézem. Ha a nehezebbik oldalát nézem, akkor az azt jelenti, hogy nekünk is értékesíteni kell a határainkon túl, az európai piacon. Csak hogy ott van az a termék, amire semmilyen szabály nem vonatkozik. Tehát bennünket ugyanúgy sújt az a felelőtlen döntése Brüsszelnek, hogy minden vám és mennyiségi korlátozás nélkül beengedi az unió területére a mezőgazdasági termékeket. Szolidálás címszóval. De kivel szolidálunk? Ugye megvizsgáltuk már ezt is. Nem az ukrán gazdák vannak már az ukrán mezőgazdaság mögött, hanem hatalmas tőkebefektető társaságok, Szaúd-Arábiából, Amerikai Egyesült Államokból, Hollandiából, Franciaországból, akik fölvásárolták ezeket a nagy latifundumokat, és minden korlát és szabály nélkül a legkorszerűbb gépekkel a legolcsóbban tudják előállítani az óriási mezőgazdasági termékeket.
És itt kezdődik egy másik olyan probléma, amiről beszélnünk kell, mert Dávid és Góliát harca, még akkor is, ha az egész európai agrárgazdaságot veszem, és úgy hasonlítom össze az ukránt. Akkor is Dávid és Góliát harca. Minden második étolaj a világon, minden második üveg étolaj a világon, az ukrán napraforgóból származik. A világ gabona exportjának 30%-a, azaz minden harmadik kiló, ami exportra kerül a világon, az ukrán. Ugye értik már, miért ekkora probléma ez? Miért érezzük úgy, hogy teljesen nehéz helyzetben vagyunk? Hát ezért, mert óriási a volumen. Óriási a volumen. És gyakorlatilag szembe kell néznünk azzal, hogy Ukrajnát nem tudjuk eltolni a szomszédból. Ukrajna velünk lesz. Mellettünk lesz a jövőben is. Mi történhet? Az történhet, hogy nagyon gyorsan fölveszik az Európai Unióba. Majdnem ez volna a legkisebb gond. Mert legalább akkor a szabályok rá is vonatkoznának. De nem tekinthetünk el attól, hogy Ukrajna itt lesz, mert elfoglalta a piacainkat. A kereskedők rájöttek arra, hogy sokkal egyszerűbb az európai gazdaságokkal, az európai országokkal kereskednie, hiszen itt stabilitás van, fegyelem van, fizetőkészség van, magasabb árat tudnak adni a termékért, mintha Afrikába szállítanánk, vagy Ázsiába szállítanánk, vagy épp a Közel-Keletre szállítanánk. Tehát ő innen már nem akar majd kivonulni. Bejáratott lett a piac, kialakultak az útvonalak, meglettek a kereskedők, mindenki jól jár. És itt kell beszélnünk egy nagyon komoly problémáról, amiért nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, szintén Dávid és Góliát harca. Magyarországon körülbelül, és mindjárt megértik, hogy az agrárminiszternek is mennyire könnyű helyzete van, Magyarországon, ha jó nagyot meritek, akkor azt mondom, hogy 500 ezer ember él közvetlenül a mezőgazdaságból. Egy 500 ezer ember, akinek a mindennapi megélhetése attól függ, hogy milyen termésünk van. És van 9,5 millió, aki a vásárló. Amikor én a televízióban érvelek amellett, hogy le kell zárni a határt, nem lehet, hogy bejöjjön a termék, mert meg kell védeni a magyar piacot, az ukrán olcsó áru tönkreveri a gazdák versenyképességét, nem tudnak értékesíteni, micsoda nagy baj. A 9,5 millió ember így sandán néz a tévére, és azt mondja, hogy miről beszél ez az agrárminiszter? Hogy legyen drágább a termék. És itt kezdődik a baj. Ez egy nagyon vékony mesdje. Mert az Európai Unió is abszolút abba érdekelt, hogy importálja az olcsó terméket. És ha megkérdezzük a 9,5 millió magyart, aki nem közvetlenül érintett az agrártermelésben, mit fog mondani? Az olcsó kell. Vagy ha nem mondja, csak belenézzünk a vásárlók kosarába, akkor azt látjuk, hogy az olcsót veszi. És ő egyáltalán nem akar szolidálni a gazdával, egyáltalán nem érdekli a vásárlót, hogy akkor a gazda hogy éljen túl. Itt ez a mesdje, hogy tudjuk a társadalom többségének támogatását mégiscsak megszerezni és megőrizni. És nem tudunk máshogy, csak ha a felelősség tudatukra appellálunk, és azzal érvelünk. Mert ki akarja tenni magát a vásárló annak, hogy olyan terméket fogyaszt, amelynek a minősége nem biztonságos? Ki akarja tennie magát annak, hogy 20 éve betiltott növényvédőszeres alapanyagot használnak föl vele szemben? És hogy miért kell nagyon komolyan megőriznünk a magunk gazdaságát, és hangsúlyozni, hogy a hazai terméknél nincs jobb, és mindenféle marketing kampányt, eszközt, mindent bevetni azért, hogy a vásárlók szolidáljanak a magyar termékkel, és válasszák azt, ez egy nagyon fontos kérdés.
Következő példával hagy világítsam meg önöknek. A rendszerváltás idején, ez az IKEA példa. A rendszerváltás idején ide érkezett egy menedzser, talált egy asztalos műhelyt, és látta, hogy szépen dolgozik a mester, jó kis munkásai vannak, leült vele tárgyalni. Elmondta az asztalosnak, hogy ő 1 millió széket szeretne rendelni tőle egy évbe. Ilyen áron. Hú, nagyon jó. De hát vakarta a fejét az asztalos, hogy kicsi a műhely, bővíteni kell a műhelyt. Kevés az ember, új embert kell fővenni. Van itten 30-50 megrendelő, de hát azokat akkor nem tudom megtartani, mert hát 1 millió széket le kell gyártani. Megcsinálja. Letelt az egy év, leszállította az 1 millió széket. Megjelenik újra a menedzser, és mondja, hogy köszönjük szépen, kiváló együttműködés, kérjük a további 1 millió széket, csak hogy most már féláron. Meglepődik az asztalos, hogy te úristen, akkor most mi lesz? Hát hogyan is, de hát itt van a 8 helyett a 30 ember. Fővettem nagy hitelt arra, hogy a műhelyt megnagyobítsam. Elvesztettem minden vásárlómat, nem tudtam kiszolgálni senki más, csak az IKEA maradt. Értik már, hova akarok kiukadni? Meddig lesz olcsó az import élelmiszer? Amíg mi termelünk. Ha nem termelünk, a piac azonnal beárazza, és rögtön háromszorosan drágább lesz. Tehát nem lehet, hogy feladjuk. És ez a dolog lényege. Meg kell tudni védeni a piacainkat. Nehéz helyzetben azért vagyunk, mert több mint 20 millió ember ellátására képes élelmiszert termelünk. Ezért nem elég, hogy nemzeti hatáskörben hozunk döntéseket, hogy mondjuk lezárjuk a határt, hogy ne jöjjön be termék. Mert azzal nem oldunk meg semmit, mert el kell adnunk konkrétan gabonából 2,5-3 millió tonnát. Meg kell találnunk a piacot. Na de hogyha ahova eddig mi adtunk el, az ukrán megy, mert olcsóbb. Ezért nagyon nehéz, és ezért nagyon komplex ez a kérdés. És nyugodtan kérdezhetik, hogy akkor most mit csináljunk? Hagyjunk abba mindent, érdemes, nem érdemes. Mi a jövőkép? Az a helyzet, hogy ebből a nehézségből is, ebből a kihívásból meg kell találnunk a kiutat. Meg kell, hogy erősítsen bennünket. És egyébként meg fogják látni a végére, hogy összeáll a kép. Milyen jó válaszokat lehet adni erre a kihívásra? Egy nagyon fontos dolgot szeretnék a ma este az önök szívébe és fejébe helyezni, egyetlen egy szót. És ki is kéne írnunk mindenhová, amit kell, hogy megértsenek. A változás. Mindent úgy, ahogy eddig csináltak, úgy nem lehet. Úgy nem fogjuk tudni sikerrel venni az akadályokat és túlélni ezt az egészet. A legnagyobb nehézségeim mindig abból származnak, amikor a vásárló is és a termelő is úgy csinál, mintha a bennünket körülvevő világ nem változott volna. A régi jogait akarja mindenki. Na de hát háború van a szomszédban. Azt gondolja valaki is, hogy az nincs hatással a mindennapi életünkre. Nagyon balga. De esküszöm önöknek, ha megkérdeznénk a társadalom többségét, mindenki azt mondja, hogy hát az nem itt van. És fogalma nincs arról, hogy az energiaárak növekedése, az inputanyagárak növekedése, a sok-sok szankció, amit egymás ellen bevezetnek az országok, az mind-mind a mi életünket nehezíti. Egyetlen egy szerencsénk van, hogy még nem vagyunk benne ebbe a háborúba. Tehát az életünk ilyen téren nincs veszélyben. De a megélhetésünk, a mindennapi dolgaink, azokra óriási befolyással van, mindaz, ami határainkon kívül van. Ráadásul mi közvetlen érintettek vagyunk, hiszen itt zajlik a szomszédunkban mindez a háború, közös határunk van. Tehát nagyon nehéz ez a helyzet. És borzasztó nehéz az emberekben, amikor nincs közvetlen tapasztalat. Ez olyan, mint amikor azt mondja az ellenzék, hogy ha nincs is itt migráns, akkor mit migránsozunk?
Hazudik a kormány, mert nincs is itten migráns. Mert nem engedjük be. De hogyha nem csinálnánk azt a politikát, akkor rögtön érezni. És igazából akkor fogjuk tudni megérezni, hogy mit is jelent a háború, amikor netán, ne adj Isten, valamilyen felelőtlen politika következtében belesodorják Magyarországot is a háborúba. Ne adj Isten. Kapcsolati erőszak, szexuális célú bűncselekmények, gyerekáldozatok, emberkereskedelem. Ezeken a területeken bárki, bármikor válhat áldozattá. Néhány nappal ezelőtt szakemberek járták körül ezeket a témákat a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon. Az eseményen kiderült, tavaly 9 darab emberkereskedelemhez kapcsolódó bűnesetet regisztráltak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A témával kapcsolatban vendég a stúdióban Kovács Attila, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mint ahogyan a adáson kívül kiderült, ez a 9-es szám, amit most az imént a Felkonfban elmondtam, ez még nem is teljesen fedi a valóságot, hiszen ennyit regisztráltak egy bizonyos rendszerben, de egyébként ennél jóval több, ugye? Általában éves szinten 15-20 ilyen bűncselekmény történik a megyébe. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt 3-4 évben egy emelkedés tapasztalható, tehát a látencia sokkal kisebb, mint korábban volt. Ennek több oka is van. Mondhatom azt, hogy a bűnüldöző szervek azok jobban dolgoznak, hamarabb észrevesznek ilyen dolgokat, de az is tény, hogy talán azok a sértettek, akik ilyen körülmények között élnek, vagy ilyen helyzetbe kerülnek, azok bátrabban mernek segítséget kérni a rendőrségtől. Magyarázzunk meg azért néhány fogalmat, mert ugye itt azért elhangzott ilyen is, hogy emberkereskedelem, ma már azért nem a szó hagyományos értelmében vett emberkereskedelemre gondolunk. Jó gondolom? Hát igen, valójában három típusról beszélünk, ami emberkereskedelem tárgykőbe tartozik. Van a munkacélű kizsákmányolás, van a szexuális célú kizsákmányolás, és van az egyéb kategória. Ugye a munkacélű kizsákmányolásról akkor beszélünk, mikor valakit mezőgazdasági munkára, építőiparba használnak, most a körülmények között csúnya szóval használnak, vagy van a házi rabszolgaság, ami sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében előfordul időről időre. A szexuális kizsákmányolás az azt jelenti, hogy a prostitúcióra kényszerítés más országban, javarészt Nyugat-Európában, ebben sajnos Magyarország és azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az kibocsátó a sértettek szempontjából, és van az egyéb típusú, ami szintén ebbe a körbe tartozik, kizsákmányolás, például a szervkereskedelem, a kódulásra kényszerítés, adós rabszolgaság, tehát ez egy nagy gyűjtőfogalom, ebben rengeteg minden beletartozik. Ez akkor ezt elmondható, hogy a megyünk majd, hogy nem export? Ország, igen, kibocsátó ország vagyunk. Alapvetően a szexuális célú kizsákmányolást, ha nézzük, a prostitúcióra kényszerítés, a prostituáltak szempontjából sajnos Borsodabaúj, Baranya és Szabolcs megye az kiemelkedik az ország többi vármegyéhez képest. Hogyan tudnak erre rájönni? Hogy miért nem tudunk erre rájönni? Hogyan tudnak erre rájönni? Hát ugye nagyon sokszor visszajelzés van a külföldi hatóságok részéről. Nyilván Németországban, Hollandiában, Ausztriában, Belgiumban kerülnek az export cikkek, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Illetve nyilvánvalóan azért a rendőrség saját berkein belül próbál minél több információt gyűjteni azokra az emberekről, a szervezbűnözői körökről, akik ebből élnek, hogy hogyan lehetne őket mondjuk fülöncsípni. Beszéljünk egy másik dologról, ez pedig a kapcsolati erőszak, ami hát igen, ez azért általánosabban, sajnálatos módon jobban előfordulhat, illetve a vármegye lakosságának azért a többségi társadalma érintett lehet benne. Mikor léphet közbe a hatóság, vagy mikor tudja ezt meg a hatóság, hogy ilyen történt kapcsolati erőszak? Ez egy nagyon szenzitív és érzékeny terület. Van egyfajta szemléletváltás a rendőrségen, azt lehet látni az elmúlt 10 évben, hiszen korábban kicsit úgy álltak hozzá a rendőrök, hogy ameddig vér nem folyik, addig inkább nem szólnak ebbe bele, de ez már a múlt egyébként. Nagyjából a bűncselekmények 4,5%-a vármegyei szinten, ami ebbe a körbe tartozik. Nyilván, ha segítséget kér a sértett az áldozat, akkor a rendőrség mindenképpen közbeszól, közbeavatkozik. Javarészt úgy kell elképzelni, hogy bejelentés érkezik egy családon belül erőszakról, családi balhéról, a szlenggel megfogalmazva, és akkor a rendőrség kimegy és intézkedik. Nyilván, hogyha olyanok a körülmények, amikor azt látja az intézkedő rendőr, hogy az ottani helyzet tarthatatlan, és a bántalmazónak, hogyha továbbra is hagyják, hogy abban a közegben maradjon, súlyos bűncselekmény valósulhat meg, akkor van lehetőség az ideális megelőző távoltatás elrendelésére, magyarul a családtól távol kell tartani 72 órára, amit aztán a bíróság hosszabbíthat 60 napra. Tehát ez alapvetően azért a sértetnek a közreműködése kell, de ebből is van egy... Én azt gondolom pozitív fordulat, hiszen sokkal bátrabban mérnek segítséget kérni a sértettek, akik javarészt egyébként hölgyek, sokkal több segítségkérés érkezik a rendőrséghez, vagy más civil szervezethez, ezt is fontos kiemelni, hogy nekik is igen komoly munkájuk van ebbe a területbe, és így azt gondolom, hogy azért van ez a növekmény, azért van az, hogy több ilyen jellegű bűncselekmény kerül napvilágra.
Kik fordulnak általában hatósághoz ilyenkor? Tehát a sértett, a szomszéd, a rokon? Hát a felsorolás teljesen jó, talán ebben a sorrendben is. Valóban így van, hogy alapvetően azért a sértettek tesznek bejelentést, de sokszor a szomszédok és a baráti kör tesz bejelentést, és azt gondolom, hogy ez megint egy pozitív szemléletváltás, hiszen sokszor úgy voltak vele korábban a rokonság, meg a lakókörnyezet, hogy inkább nem szólunk, az az ő belügyük, de ez már nem így van szerencsére, és bátrabban tesznek bejelentést a rendőrség, mert bátrabban fordulhatnak akár bármilyen más civil szervezethez, akik segítenek ezekben a cselekményekben. Nyilván, hogyha szükség van a rendőrség közreműködik és megteszi a szükséges intézkedéseket. A sértett miért lehet bátrabb, vagy miért forduljon bátran? Hiszen általában azért a félelem attól van, ugye, hogy az, aki részéről elszenvedi ezt a problémát, az majd a későbbiek folyamán akkor visszanyúlhat ugye a sértethez. Ez a veszély most is fennáll egyébként, de én azt gondolom, hogy a hölgyek egy másik generáció kezd most már ugye párkapcsolatban most már jó ideje, és ők sokkal nyitottabbak, ugye az online tér bekerüléssel, a Facebook, a különböző más közösségi médián keresztül információkat szereznek, hogy hova lehet fordulni, kitől lehet segítséget kérni, és ez is van abban, hogy ez egy generációváltás, tehát azt gondolom, hogy 20-30 évvel ezelőtt a hölgyek másképp gondolkodtak, inkább egy bántalmazó kapcsolatban jobban azonosultak, és sokkal elfogadták, ma már ez talán nem így van, és ezért van az, hogy bátrabban nyúlnak segítséget a rendőrséghez, illetve hát egy kicsit hazabeszélve, azt gondolom, hogy a rendőri intézkedéseknek a minősége is jobb lett, tehát van foganatja mondjuk annak, hogyha a rendőr intézkedik a helyszínen, lehetőség van távol tartani a bántalmazót, és azért ezek sokkal inkább kecsegtetnek azzal a sértettek irányába, hogy nem pusztába kiáltott szó az ő segélyhívása. Beszéljünk arról, hogy Nyíregyházán hogyan tudnak segíteni, már csak azért is, mert ha jól tudom, akkor nem régen nyílt egy áldozat segítő központ. Valóban így van. Nyíregyházan az áldozatsegítő központ egy óriási hiánypótlás egyébként. Szerencsére most már a mi vármegyénkben is van ilyen. Most egy kicsit az ő promóciójukat teszem előtérbe, de gyakorlatilag nincs olyan bűncselekmény kategória, amivel ne tudnának segíteni, nincs olyan probléma. Tehát ha arról van szó, hogy jogi segítségről van szükség, ha arról van szó, hogy lelki segítségről van szükség, ha arról van szó, hogy traumát kell feldolgozni, hogyha arról van szó, hogy valami azonnali pénzügyi segítségről van szükség, az áldozatsegítő központnak a szakemberei rendelkezésre állnak és segítenek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó megoldás, egyébként egy unikum az egész Európai Unióban, és sok más ország most ezt akarja másolni, hogy tényleg a jó hírüket keltve, de ők készen állnak arra, hogy tényleg a hivatali munkaidőben bármikor lehet hozzájuk fordulni, és ténylegesen segítséget tudnak nyújtani. Hogyan működik együtt? Egyáltalán együtt működik-e akkor a rendőrség és az áldozat segítő nagyon központ? Szoros kapcsolatban vagyunk az áldozatsegítő központtal, a kollégáink rendszeresen váltanak egymással szót és beszélnek szükségszerűen ügyekről, de egyébként itt szeretném megemlíteni, hogy van az áldozatsegítő opt-out rendszer, ami azt jelenti, hogy bizonyos bűncselekmények esetén, hogyha az áldozat nem tiltja meg, akkor egy adott a párt megy az áldozatsegítő központba a rendőrség részéről, és ők felveszik közvetlenül kapcsolatot méghozzá 48 órán belül a sértettel. Tehát személyi szándékos bűncselekmények és más egyéb bűncselekmények, amelyek ilyen kiemelt kategóriát testesítenek meg, ott a rendőrség gyakorlatilag lehetőséget biztosít az ASK-nak, hogy megkeressék a sértettet, és akkor felajánlják a segítségüket. Tehát akkor igen, még közvetlenül az áldozatsegítő központot is érdemes felhívni. Igen, lehet, de egyébként mondom, az ilyen, ezekből a bűncselekményekben ők is keresni fogják majd a sértettet, de ettől függetlenül gyakorlatilag minden bűncselekmény kapcsán be lehet menni az Ungáréra az áldozatsegítő központhoz, és tényleg sok segítséget és tanácsot tudnak adni azért, hogy mit lehet tenni egy ilyen bűncselekménynek, ilyen vagy olyan bűncselekménynek a kárenyítésére, meg úgy általában a túlvészelésében. Említette itt a távoltartást, ez hogyan lehet egyáltalán megoldani? Hát nem egy egyszerű helyzet, nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy megvan taxatíve felsorolva a jogszabály által, hogy mik azok a feltételek, amikor lehetőség van arra, hogy akár a ház urát, aki mondjuk bántalmazó tevékenységet folytat, nyilván itt van egyfajta rendszeresség, meg sok minden más egyéb hátulütője, amit vizsgálni kell a rendőrségnek, de lehetőség van arra, hogy 72 órára úgymond korlátozzák azt, hogy ő bármilyen módon az ingatlanba, illetve a bántalmazottal kapcsolatba lépjen. Hát itt most a rendőrségben meg kell azt oldani, hogy van-e hova elszállásolni mondjuk a másik felet, tehát akár a rokonság a baráti körbe, vagy felajánlani azt, hogy valamilyen szociális intézménybe kerüljön, hogyha mondjuk nem tud hová menni. De egy a lényeg, hogyha olyan típusú a bántalmazás és fennállnak a feltételei, akkor igazából nincs mérlegelés, és az is lehet, hogy a sértett azt mondja, hogy hát igen, tudom, hogy valószínűleg meg fog majd verni, de én nem kérem, hogy távol tartsák tőlem. Ez nem magánindítványos jogintézmény, a rendőrség dönti el, nyilván erre vannak szakemberek a rendőrség,
rendőrségen, akinek van a jogosultsága ezt elrendelni, és ebben az esetben akkor távol tartják a bántalmazót. Aztán a bíróságon folytatódik a történet, nem peres eljárásban 60 napig tudják ezt még továbbiakban is meghosszabbítani. Gondolom azért olyan is előfordul, hogy az áldozatnak új életet kell kezdenie, akár az ország teljesen más részén. Ízban. Ilyen filmekből lehetne hallani, akár teljesen új néven is, tehát hogy ilyenek is léteznek. Hát ez nem egy tipikus kapcsolati erőszakból kifolyólag, hanem mondjuk egy emberkereskedelem áldozata, mondjuk akit prostitúcióra kényszerítenek, és akkor lehetőség van arra, hogy védett házakban, védett szálláshelyeken helyezzék el. Az igazság az, hogy a rendőrségnek sincs sok információ ezekről a védett szálláshelyekről, ami így van rendjén egyébként. Így módon gyakorlatilag kikerül a lakókörnyezetéből a sértett, és új életet tud kezdeni. Vannak különböző lehetőségek a későbbi a reintegrációra, hogy hogyan kezdhet új életet, ha már nem a védett szálláson van, vagy a védett házban van, de valóban van egy ilyen protokoll, és itt megint nagyon komoly szerepe van egyébként az egyházi és civil szervezeteknek, mert hogy ők üzemeltetik főszabály szerint az ilyen típusú intézményeket. Tehát, hogyha összefoglalva a beszélgetésünket, ha valaki ilyen szituációba kerül, akkor ne hallgasson, hívja a hatóságot, illetve az annak megfelelő civil szervezeteket, akik ezt a célt szolgálják. Rendben, köszönjük szépen. Én köszönöm. 2024-ben egyetlen ünnepnapunk sem esik hétvégére, ezért az évet tekintve hét hosszú hétvégére is készülhetünk. Háromnapos hosszú hétvége volt a március 15-ei, most pedig készülhetünk a húsvéti négynaposra. A munkaszüneti napok a foglalások számában is megmutatkoznak a vármegye szállodáinál, de rengetegen indulnak el hosszabb, külföldi utakra is. A változékony időben bebiztosíthatjuk kikapcsolódásunkat egy olyan szállodában, ahol a wellness részleg melegéből tekinthetünk ki a nyiladozó természetre. Ebben az évben, pláne az év első felében egymást érik a hosszú hétvégék. A szakember elmondja, hogy a turisztika szempontjából ez olykor kontraproduktív is lehet. Minden jó, ami azt mutatja, hogy sok vendég, illetve sok foglalás realizálódhat, de hát ezt az elmúlt hétvégének a hosszú hétvégéje az ünnepnapoknak a sokasága. Ezt egy picit megcáfolt, ugyanis sokkal több visszamondás érkezett mondjuk ide a középnyírségbe, és hogyha saját magamról beszélek, akkor ezt akár tényszerű számokkal is alá lehet, vagy bizonyítani lehet, hogy sokkal több visszamondás érkezett, mint ami realizálódott. Talán sok hosszú hétvégés a temérdek fölvett ünnepnap, mint akár a Valentin nap, vagy éppen a november időszakoknak a Halloween ünnepe, ez mind-mind azt mondják, hogy egymás után követi 2-3 heti rendszerességgel egy-egy olyan hosszú hétvége, akár ami dömpingszerűen segíthetne a turizmust. De most jelen pillanatban azt látjuk, hogy az első negyed év az nagyon-nagyon jól sikerült a magyar turisztikai palettán, de ez a 3 hetente ünnepelünk bizonyos vagy akár nemzeti vagy fölvett ünnepeket, ezek nem segítették most, ugyanis el kellett, hogy döntsék a vendégek, hogy most a március 15-i hosszú hétvégét fogják igénybe venni, vagy a húsvéti 2 hét múlva lévő húsvéti hosszú hétvégét, vagy éppen a gyereket viszik el majd egy hetes kirándulásra valahova tavaszi szünetbe. Úgyhogy sok olyan lehetősége van a vendégeknek, amelyben pihenhetnek, de hogy mit fognak kihasználni, vagy mit nem. Ez most ezen a hétvégén az látszott, hogy inkább nem ezt a hétvégét választották a hosszú hétvégének a pihenés, rekreáció, kikapcsolódásnak a szerepkörében. Húsvétra mivel várjátok az érdeklődőket, azt, aki ide látogat hozzátok? Hát a hagyományoknak megfelelően, hogyha az idő rossz, és B-tervet kell előhúzni, akkor természetesen a rekreáció, a wellness, a pihenés, a benti programoknak a sokasága, hogyha viszont a nyírséget választják a vendégek, és ezen belül is baktalórendházat, akkor csillagtúrára kimondottan alkalmas baktalórendháza, vagy az erdőnek a közelsége egy nagyon jó túra lehetőség. Hogyha valaki az egyházi programokra szeretné kihegyezni a húsvéti kimondottan szűk ünnepnapokat, akkor Mária Pócs baktalórendházak egy helyi nagyon-nagyon jó programot kínálnak, illetve itt mi helyben is készülünk a gyerekeknek gyerekprogramokkal, akár kinti, akár benti lehetőségekkel, elrejtünk bizonyos ajándékokat, megtalálják, és ezt majd haza is vihetik a gyerekek. Márciusi nemzeti ünnepünk tekintetében baktalórendházán inkább az volt a jellemző, hogy a családok a szálloda éttermének szolgáltatásait vették igénybe, és fogyasztottak el egy finom ebédet. Az utazási irodákban úgy látják, a rövidebb szabadidő eltöltésére zömében belföldi foglalások érkeznek, és a hosszabb, iskolai szünetekkel egybekötött munkaszüneti napokon hagyják el az országot azok, akik külföldi nyaralást terveznek.
Nagyon sok hosszú hétvége vár ránk ebben az évben, ami idegenforgalmi szempontból ugye nagyon kedvező. Ilyenkor a családok, és főleg a gyerekes családok ugye kihasználják ezt, hogy nem kell szabadság, együtt tölthetik ezeket az időket, és külföldön, belföldön egyaránt töltik a szabadságukat. Külföldet, vagy inkább a belföldi szálláshelyeket részesítik előnyben? Én azt gondolom, hogy itt nem lehet élesen meghúzni a határt, hogy ki mit részesít előnybe, hiszen egy március 15-i hosszú hétvégén többen maradtak belföldön, viszont egy húsvét alkalmával többen mennek külföldre, hiszen ott hosszabb az időtartam, amit a szabadság alkalmával el tudnak tölteni pihenéssel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez inkább azt határozza meg, hogy a család mit szeretne tenni, illetve mit szeretne, hogyan szeretne élményeket gyűjteni, úgyhogy ez befolyásolja az egészet, és talán azt lehet mondani, hogy a Széchenyi kártyának köszönhetően ugye nagyon sokan használják a belföldi üdülést, ennek ellenére azért halljuk ugye folyamatosan a híradásokból, hogy még így is nagyon sok pénz marad a kártyán, amit el lehet költeni, és ugye mi nekünk elsődlegesen a külföld az, ami nagyon meghatározó, és mi annak örülünk, hogy ezeken a hosszú hétvégeken nagyon sokan elutaznak városlátogatásokra, illetve rövidebb körutakra is. Gyermekes családoknak izgalmas kikapcsolódást nyújthat egy olyan hotel is, ahol akár oroszlán üvöltésre is ébredhetünk reggel. A szálláshelyek már készülnek a közelgő húsvéti ünnepekre, és előreláthatóan teltházra számítanak Nyíregyháza Sóstón is. Természetesen elsősorban ez nem is hosszú hétvége lesz, hanem két hétvégét, illetve a köztelévő hetet magába ölelő, ugye a tavaszi szünet is éppen úgy jön ki. Jelenleg is teljes teltház az előre látható terveink szerint. Sonkát és tojást itt is kaphatnak a vendégek, ezt megsúgom. Tehát aki nem otthon süt, főz és várja a locsolókat, vagy éppen locsolkodni megy, annak sem kell lemondani az ünnephez tartozó finomságokról. Érdemes kihasználni az időt a kikapcsolódásra. A húsvétot követő hosszú hétvége a pünkösdi, akkor a hétfő miatt nyúlik majd hosszabbra a pihenőidő. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, szerdán este jelentkezünk, akkor húsvét ünnepével már konkrétan is foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!